Az emberiség több ezer éve ugyanazon problematika körül forog, szerelem, barátság, árulás, vonzalom, hit, és a többi, és a többi. Ez 10-12 témakör, amit ragozunk és boncolgatunk, és soha nem tudjuk megfejteni, ilyen például a férfinő viszony is, a cicázás, a macska-egérharc, a játszmák a férfiak és nők között, a szerelem, ami egy gyönyörű szó, már a maga a kiejtése is már bizonyos borzongást okoz. A darab ezt boncolgatja. Kérem. Biztos sokan olvasták Márquez Szerelem kolera idején című fantasztikus művét. Ott az a pár több mint 60 évet vár a beteljesülő szerelemre, a vígözvegy történetében pedig 20 év ez a várakozási idő, és valahogy azt hiszem mindannyiunknak jól esik eljátszani a gondolattal, hogy a szerelem és az álhatatosság megkapja méltó jutalmát, és ki tud teljesedni ez az érzés, és hogy van olyan, hogy örök szerelem. Anna! Glavári Anna! Asszonyom, bocsánat! Annának szólítottam, de ön nyugodtan szólítson továbbra is. Nem emlékszem. Találkoztunk már a lapot? Az Orfeó! Lehár zseniális, nincs mese. Tehát nem csak fülbe mászó dallamokat írt, hanem olyan drámai futamokat is, amelyek belemarkolnak az ember szívébe. Maestro, music! Is. Énekesek játszották, aztán ez vegyült, nem tudom mennyiben tendencia, most a színház műsorrendje, műsorpolitikája ezt így adta ki, tehát a prózai tagozat elfoglalt más produkciók létrehozásával, és itt évek alatt az énekesek között is, meg a kórusban is fölnőttek olyan emberek, akik alkalmasak arra, hogy kisebb vagy nagyobb szerepeket önállóan megformáljanak. Nyerus fog egy zseni! Csupán csak. Karmas, megtudjuk,
Ki a kabinet főnök úr szeretője? Azt a hölgyet keressük, akinek Rosillon úr udvaron? Igen, biztosan valami. Nagy marha! Magácskát, nem vehetem el, mert már férj van! Mi meg éppen házasodni akar? Nem, csak bizonyos feltételekkel. És? Mik azok? Legyen sok pénzé a gondolom, hogy ez a történet jobban megél, mint egy indokolatlanul modernizált környezetben. Szerintem csak megemeli, és ezt a kedves báját, és ha úgy tetszik, meseszerűségét tovább erősíti, hangsúlyozza. Tényleg alkalmas, azt hiszem, ez az előadás arra, hogy egy kicsit átmosson érzelmileg, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, és azért el is tudunk gondolkodni egy-két dolgon.